Két fő kivételével a teljes 2019-es filmes évfolyam elhagyja a Színház és Filmművészeti Egyetemet. A távozó 41 diák a Free SFE Egyesületben folytatja tanulmányait. Az SFE új vezetése szerint egy önképző egyesület édesgeti el a diákjaikat. Kizlinger Lillát és Bagosi Lászlót kérdezzük. Akik itt vannak már velem szemben, Kizlinger Lilla filmrendező szakos, hallgató és Bagosi László rendező, a Free SFE elnökségi tagja. Jó estét, szervusz Lilla. Színész osztályban is lehetnél, akár legutóbb, amikor vendégünk voltál a Startban, akkor nyertél éppen Fliegau Benedek filmjében a Berlin Arén, úgyhogy hát a rendezői szakon is, vagy rendezőként is hasonló sikereket kívánok neked. Mikor döntötted el, hogy mész? Fú, hát mikor döntöttem, hogy megyek? Tulajdonképpen ez egy nagyon hosszú procedúra volt az is, hogy mehessünk, és ez nagyon sokáig bizonytalan volt, hogy hogyan, milyen útja lesz ennek, és abban a pillanatban, szóval végig tudtam, hogy el akarok menni, vagy hogyha van lehetőség. De az volt a bizonytalan, hogy a Free SFE-n tudjátok-e valahogy folytatni, vagy mert felelni, gondolom én, fel lehetett volna csak úgy, csak hát akkor mindent magad mögött hagysz. Hát ez egy kollektív döntés volt, ugye én ebbe a 6x6-os képzésbe járok, és ez nem egy egyéni, vagy hát egy egyéni döntés persze, mert egyénileg is mondhatom, hogy elmegyek, és bárki mondhatja, hogy elmegy, vagy hogy marad, de mi szerettük volna ezt együtt, és mivel egy állásponton voltunk, ezért mondom, mindenki, tehát mindenhatan jöttetek. Egyébként az egyik osztálytársad, vagy egyetemista társad azt mondta a mi híradónknak, hogy amikor már egyértelművé vált, hogy az új vezetés mit jelent, ő akkor döntött. Számodra ez egyértelművé vált, hogy az új vezetés mit jelent, és hogy ez miért nem lesz neked jó vagy megfelelő? Szerintem nekem az első pillanattól egyértelmű volt, szóval nem tudom, hogy tavaly, mikor talán április vagy május környékén jöttek ki ezek az első dolgok, és én próbáltam egy kicsit ilyen naivan hinni ebben, hogy így igazából én azt gondoltam, hogy így meghátrálnak, és azt mondják, hogy jó, oké, akkor mégis ezt hagyjuk, és békén hagyunk titeket, de ugye ez nem történt meg, úgyhogy nekem onnantól kezdve egy, vagy hogy tudod, ott a kaposvári példa, hogy ott mi történt, ezáltal nekem nem volt semmi kétségem. Mindenki a Free SFE-n folytatja? Ezt lehet tudni? Tehát átjelentkeztek, akik most eljöttek? Igen, ők éppen azért jelentkeztek ki, hogy a Free SFE-n folytathassák, illetve hogy együtt maradhassanak, ez nagyon fontos. Nem egyszerűen csak azért, mert annyira kedvelik egymást, hanem azért, mert a képzés is így van kitalálva eredendően, hogy ezek a különböző szakmák együtt dolgoznak stábokban. Tehát ez egy pedagógiai koncepció is, és nagyon fontos volt, hogy egybe tudjuk őket tartani. Ugye azt mondja a nézőknek, hogy itt nem csak rendező szakról van szó, hanem gyártás, vezető, vágó, tehát ezért fontos. Így van, operatőrök, így van. És hát nagyon fontos volt megtalálni azt a befogadó egyetemet, aki segít minket akkreditációval, diplomával, és hát ez egy igen nívós bécsi egyetem, az egyik legnívósabb európai filmes akadémia a bécsi. Erről mindjárt beszélünk még, de van egy vád, amit mi is itt hangoztattunk az előbb a Free SFE-vel kapcsolatban. Azt mondja a Színművészeti Egyetem, hogy ez az önképző kör vagy önképző egyesület magához édesgeti az egyetemistákat. Mit mond erre? Hát biztos nagyon édesek önkülük, miért nem édesebbek? Tehát, hogy pénzük, paripájuk, fegyverük van, folyton ezzel villognak, hogy mennyi pénzt költöttek itt mindenfélére. Tehát maguktól jelentkeznek, és maguktól akarnak tovább tanulni. Hát, ha csak nem egy kesztyűbába Lilla most, és ahogy itt az asztal alatt mozgatom őt, de szerintem nem. És azt gondolom, hogy ez egy szakmai kérdés, és egy morális kérdés is, illetve annak a megértése, hogy mi zajlik az egyetemeink körül, mert az SFE csak egy pont ebben az egész játékban, és valójában az egyetemek is csak apróságok abban a rendszerben, amiről itt szó van. Tehát valójában a mi esetünk csak a jéghegy csúcsa egy ilyen ügy. Meg hát egy kicsit az is, bocsánat, hogy szabadba vágtam, hogy ugyanezektől a tanároktól tanultunk eddig is, meg 5 éve, meg 10 éve. Pont ezt akartam kérdezni, hogy azt el tudnád-e mondani, Lilla, vagy érzékeltetni a nézőknek, annak, aki ebben nincs benne, vagy nem lát annyira bele, hogy tud úgy dönteni egy 21 néhány egyetemista, hogy ő ezt hátrahagyja, és egy bizonytalanba, valamilyen szinten még bizonytalanba megy. Hát figyelj, tulajdonképpen
Nyilván sok embernek ez nem számít, sok embernek pedig igen. Nyilván a Free SF egyesetben nagyon sok embernek ez számít, ami az erkölcsi oldala ennek az egésznek. Másik oldala pedig a nívó. Szóval, hogy Tar Béla, Rév Marci, Enyedi Ildikó, és még rengeteg név, akik fognak tanítani a Free SF-én, nekem ez számít, az, hogy kiktől tanulok. És az, hogy jelenleg a tanáraim ezért nem fognak fizetést kapni, és ők így is tanítanak engem, és így is inkább azt választják, hogy így tanítanak, mint azok között, a körülmények között, ez számomra felemelő. Nyilván nem az, hogy nem kapnak fizetést, mert az borzalmas, de nem az, hogy így is csinálják. Persze. Azt mondta az előbb, hogy a Bécsi Egyetemet említett, ugye korábban volt erről szó, csak még semmi nem volt biztos, hogy külföldi egyetemek veszik át valahogyan a hallgatókat. Most akkor pontosan mi ezzel a helyzet? Több európai egyetemmel állunk kapcsolatban, tehát többféle képzésünket, szakunkat segítik, a szakokra járókat segítik diplomához jutni, és ez egy hosszú, hónapok óta tartó folyamat, amiben tárgyalások zajlanak, amiben szerződések köttettek, és kicsiszólódott ennek az egész dolognak a menete és a jogi háttere. És ez hogy néz ki? Ők ugye autonóm egyetemek, ez itt most már nálunk elég furcsán hangzik, tehát a saját hatáskörükben eldönthetik, hogy ők egy ilyen magyarországi önképzőkörben folytatott tevékenységre, amiben éppen Tar Béla meg Enyedi Ildikó tanítanak, diplomát adnak-e vagy sem. Nekik ez joguk, a szenátusuknak, a vezetőiknek eldönteni, hogy mi az, ami megér nekik egy diplomát. Mi az, ami megér nekik? Mit kérnek? Kérnek-e bármit cserébe? Tehát mi ez a megállapodás? Nagyjából néhány apró alkalmazkodási felületen túl az, amit eddig végeztek, és amik eddig terveztek együtt végezni az oktatóink és a hallgatóink, azt tovább folytathatják, tehát a saját belátásuk szerint, és azt, amit már korábban az SZF-én elvégeztek, elfogadják ugyanúgy, ahogy a Free SZF Egyesületben végzendő munkát, amely már nem egy egyetemi oktatási tevékenység, hanem egy felnőtt képzés hivatalosan, ezért ők adnak diplomát ezeknek a hallgatóknak. Úgyhogy így áll ez a dolog, és így áll Salzburggal, és így áll a többi egyetemmel, Ludwigsburggal, vagy a svájci Versói Egyetemmel. Mikor adhatják ki egyébként az első diplomákat? Ezeket már most ősszel ki fogják tudni adni. Remélem, hogy sikerül is ebből szép diploma átadó ünnepségeket. Tehát akkor vannak végzősök. Igen, igen. Milyenek a technikai feltételek? Ezt azért kérdezem, mert ugye elhangzanak olyan kritikák az SZF-re, hogy hát ott olyan borzasztó körülmények voltak, most meg ugye szuper stúdiók vannak, minden feltétel adott, ahogy ön is mondta. A Free SZF-en meg mi adott? Nagy erőfeszítéseket teszünk azért, hogy minden technikai feltétel rendelkezésre álljon. Bizonyos filmes szakoknál nagyobb igények vannak, komolyabb igények, más szakokon egyszerűbb a dolgunk. Nagyon fontos tudni, hogy nincsenek nagy szponzoraink, támogatóink. Minden apróságért meg kell küzdenünk. Nagyon-nagyon számítunk továbbra is a kis emberek támogatására, arra 10 000 emberre, aki ott átsorgott a Rákóczi úton, meg a Vas utcában annak idején. Érkeznek egyébként támogatások? Ugye a látványos része az egyetemfoglalás véget ért. Ezután egy picit megcsappant az érdeklődés, mert az emberek kevéssé tudják, hogy most zajlik valójában az igazi érdemi része a mi munkánknak. Amikor magát az oktatást kell bonyolítanunk, és annak a feltételeit meg kell teremtenünk. Tehát nagyon-nagyon küzdünk, vannak támogatóink természetesen, és különböző helyeken tudunk terembérletekkel dolgozni, műtermekkel, van kollégiumunk, van egy fantasztikus düsseldorfi ösztöndíj, amit ösztöndíjakra fordíthatunk, tehát lépésről lépésre, egységről egységre, lábról lábra kell megteremteni mindazt, amire szükségünk van. Egyébként van-e, vagy körvonalazódik végleges megoldás, ami az állandó helyet illeti? Ugye volt ott a Viharos Damjanics utcai ügy, azóta mi történt?
folyamatosan keressük azt a központi épületet, amivel igazán azonosulni tudnánk. Szomorúan nézzük, hogy azóta is ezt a Damjani csúti épületet szokta a sajtó mutogatni, mintha még mindig ott lennénk, pedig már nem. Keressük ezt a helyet, de a Damjani csút se lett volna önmagában elég, tehát a képzéseinkhez nagyon sokféle térigény van, úgyhogy több helyszínen fogunk dolgozni. Lilla, mit gondolsz, hogyha itt végzel, akkor mennyire lesz nehéz neked? Milyen munkáid lesznek? Arra gondolok, hogy milyen filmet tudsz majd csinálni? Állami támogatásra például számíthat-e vajon bárki, aki itt végez? Hát nem tudom, hogyha azért, mert mondjuk most a Free SFI-ről beszélek, vagy a Free SFI-re járok, ezért nem kapnék állami támogatást, akkor nem is szeretnék kapni állami támogatást. Nem tudom, milyen kilátásaim lesznek. Tényleg, hát most is Bécstől fogok diplomát kapni, mert az egyetemet, Színház és Filmvészeti Egyetemet, ahova engem felvettek, azt szétrombolták, és ez a Színház és Filmvészetért alapítvány, és engem néha ez zaklat fel kicsit, hogy ez az emberekben még mindig nem tiszta, tudod, hogy egyszerűen a Free SFE lesz a Színház és Filmvészeti Egyetem, az a 155 éves múltú történelmű dolog, az ott születik újjá, de az, ami most van, az SFA, ha bár ott vannak a Rákóczi úti épületben, és ha bár átalakították a Szentkirály utca épületet, semmi köze ahhoz, ami eddig volt, és szerintem ezt kell mindenkinek tudatosítania magában. Utolsó dolog, gondolkodnak azon, hogy nyilván inkább az elnökségi tagok meg a tanárok, hogy vissza lehet ezt rendezni? Most nem akarom politikába belekeverni, hogy az ellenzék ígéri, Hiller István konkrétan azt mondta, hogy ezt az egészet vissza fogják csinálni, hogy 22-ben kormányváltás lesz, vagy ezzel nem foglalkoznak? Én ezt egy nagy rendszer problémának látom, hogy említettem. Az egész rendszerről, Magyarország működéséről van szó, tehát hogy lehet-e ilyen játékszabályok között, ilyen törvényi keretek között létezni? Ez kompatibilis-e? Európába tartunk egyáltalán, vagy hova tartunk? Mi a Free SFE Európába tartunk, és az európai kapcsolatainkat építjük, ezen dolgozunk. Tehát az egész rendszernek kell alapvetően méltányosabbnak lenni ahhoz, hogy annak részeként az egyetemek ügye, azok részeként pedig az SFE, Free SFE ügye is meg tudjon oldódni. Egyébként mindannyiunk javára, hiszen ezek közös ügyek, pártpolitikától független nagy közös ügyek. Ezt kéne belátni mindannyiunknak, akik ebben az országban élünk. Köszönöm a beszélgetést. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, holnap este újra találkozunk, viszontlátásra, jó éjszakát!